indul a nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. Kababik József üzletkötő a telefonvonal túlsó végén. Szia, jó reggelt! Sziasztok, szép reggelt mindenkinek! Na, milyen infoid vannak? Milyen nemzetközi hírek? Na, vissza kell tekintenünk hétfőre. Igen. Akkor Barát Tibor kollégám beszélt a Daimlerről, hogy ugye a kínaiak részesednek benne, és ezt nem nagyon sikerült befejezni, illetve ezzel kapcsolatban van pici új információ is. Tehát ugye, a dolog ismert, Li Shufu, ugye a Geely csoport élén majdnem 10%-os részesedést vásárolt a Daimlerben. Ő egyébként korábban is akart, nagyjából fél éve, de aztán annak ilyen tőkeemelés formában nem örültek, és az meghiúsult. Úgyhogy aztán piacon szedte össze a részvényeket, azért megjegyzem, ez nem kevés mennyiség. És hát ugye egy érdekes helyzet alakult ki. Ugye erre tudni kell a Geely csoportról, hogy nagy kínai autógyártó, ez a Li Shufu pedig az egyik legnagyobb milliárdos Kínában. És hát az az érdekes, hogy hogyan reagálnak erre. Egyrészt a német kormány viszonylag ilyen visszafogott volt, ugye először azt mondták, hogy ez egy vállalati döntés, ez a német kormánynak nincs túl sok köze. Aztán a gazdasági miniszter, ő már kicsit úgy fogalmazott, hogy Németország nyitottságának nem lenne szabad egyfajta kapuként szolgálni a más országok iparpolitikai céljának megvalósításához. Tehát itt már volt egy pici ilyen kicsikét nem tettő kifejezés. És hát sokkal érdekesebb, hogy mit vár Li Shufu és mit vár a Daimler, vagy a Daimler részvényesek, hogy ez mennyire öröm, vagy mennyire nem. Hát ugye a kínai részvényárak azok emelkedtek már ennek a cégnek, a Daimler meg azért nem annyira tudott. Ugye ez a cég, ez tulajdonos a Volvo-ban is, és egyrészt a Daimler Management azért fél, hogy a Volvo-hoz kiszivárognak mindenfajta információk, amit a modellekről, tehát hogy technika, másfajta technika, vagy Mercedes technika eljut a Volvo-hoz, legalábbis ettől tartottak. De ez egy 9,6%, ezt egyébként nem értettem. Én is találkoztam, hogy egy 9,6%-os tulajdonrészsel milyen technika tud szivárogni merre, tehát azért az nem egy akkora befolyás, hogy rálásson ezekre a dolgok. Azzal, ha akarnak, be tudnak ülni az igazgatóságba, az a kérdés, hogy a felügyelőbizottságba be tudnak kerülni. Azt egyébként nem nagyon akarják, de hát, szerintem egy közel 10%-os tulajdonrész, pláne hogyha egyébként viszonylag szétszórt egy rész, tehát hogy nem az két hatalmas nagy tulajdonos, akkor azért az a tétel. Akinek azt mondják, hogy ők a lehetőséget látják a Daimler szempontjából is a kínai piacon, tehát hogy közös beruházásokat kellene véghez vinni. Ez a Daimlernek meg azért nem olyan nagyon jó, mert van két partnere Kínában, akikkel együtt dolgozik, ugye Kínában leginkább úgy lehet bejutni, hogy valakivel, egy kínai céggel közösen. Így aztán ezért érdekes a dolog. Amik frissebben az az, hogy a Bloomberg információ szerint a Geely csoport először a Fiat Chryslerrel próbálkozott, tehát oda akarta bevásárolni magát, de ott meg nem jutottak egyességre, és ezt követően fordult csak a Daimler felé. Mint ez a hír meg azért érdekes, hogy ez friss, mert a Fiatról meg azt lehet tudni, vagy a Fiat vezérigazgatójáról, hogy ő gyakorlatilag azt ki is nyilvánította, hogy neki a szinte küldetése, hogy eladja a Fiatot, ami egy vezérigazgatótól szerintem kicsit furcsa. Uh-huh. Tehát, hogy ott volt eleve egy eladói szándék, és úgy nem tudott belevenni a Geely csoport itt. Nagyon-nagyon boldogan nem látják őket. És hát mégis belevettek. Tipikus esete, hogy kidobták az ajtón, bemászott az ablakon, ugye az 5% az. így van. Elutasították most a 10-et. Ugye több ilyen történet van így a kínaiakkor, ugye a Deutsche Bankba is belevásároltak, legutóbb néhány hete, azt hiszem a H&A csoport. Tehát így nem az első nagy német cég, amiben belevásárolnak, a Deutsche Bankba is belevásárolt, csak utána meg kiderült, hogy ez a H&A csoport meg likviditási problémákkal küzd, tehát harapott egy nagyot, de aztán meg nem nagyon bírja lenyelni. Szerintem a kínaiak itt a Daimler ügyében nem, valószínűleg nem így fognak járni. Menjünk egy picit a Bayerre, mert hogy tegnap volt egy gyors jelentés is, és hát nem reagált jól az árfolyam.
2017-es teljes eredménye minimálisan maradt el a várakozásoktól, a korrigált EBITDA 9,29 milliárd euró lett, szemben a vár 9,33-mal, ez nem egy olyan nagy visszaesés mondjuk az elemzői várakozásokhoz képest. A Bayer azért erre megemelte részvényenként 2,8 euróra az osztalék javaslatát, a tavalyi 2,7-hez képest, tehát még osztalékot is fizet, megemelt osztalékot akar fizetni, miközben azért tudjuk, hogy kell neki a pénz néhány akvizícióra, vagy legalábbis egy nagy akvizícióra. Nem nagyon örültek egyébként a befektetők ennek a gyors jelentésnek. Kis két dolog miatt, az egyik az, hogy azt nyilatkozta a menedzsment, hát az idei év az nem lesz jobb a tavainál, és ennek azért sosem örülnek. A másik, hogy nagyon úgy néz ki, hogy a Monsanto akvizíció jóváhagyása, az csúszik. Ugye sok-sok versenyhivatalnak kell ezt jóváhagynia. Aztán úgy volt korábban, hogy ez év elején most megtörténik. Aztán emlékeim szerint volt egy április 5-i időpont is. Aztán most meg már ott tartunk, hogy ebből lehet, hogy nyár lesz. És azért ez az ügy, ez már húzódik, hát talán másfél éve számoltunk be erről a Monsanto dologról, akkor azóta esik egyébként a Bayer árfolyama, vagy az gyakorlatilag ott az emelkedő trend ott kapott egy törést, és hát most is, tehát a két hírnek köszönhetően az egy 2%-ot esett, 96,23-nál vagyunk. Tehát lényegében ez az egyéves minimum a papírnak. Idén volt már azért 123-an is, ugye január végén volt az, amikor minden nagyon-nagyon ment, és csúcsokat értek el a német papírok, és akkor a Bayer is, és hát ugye 2015 márciusában meg volt 140, ha ahhoz nézzük az árfolyamot, ez hát már semmiképpen sincs egy komoly emelkedő trendben. Úgyhogy itt tart most a Bayer, hát kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan alakul majd ez a Monsanto felvásárlás. Hát nagyjából ennyi. Ennyi. Aha. Jó van, köszi az izgalmas híreket, jó munkát, szép napot, jó kereskedést. Köszönöm, nektek is jó munkát. Szia, szia. Kababük Józseffel, az Erste befektetési ZRT üzletkötőjével beszéltünk át pár fontos nemzetközi részvénypiaci hírt. A nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.